Szoliva János költő barátunk december 29-én hunyt el, és ma van a születésnapja, ma lenne a születésnapja élne, és mi úgy gondoltuk, költőtársak, azok az irodalmi körök, Csokonai társaság, Pannontükör, Takács irodalmi kör, akikhez tartozott János és az ő művészete, hogy megemlékezzük róla egy szabad beszélgetős versolvasós esten. Egy különlegessége lesz ennek az estnek, hogy bemutatja a könyvtárba, és bemutatom én azt a honlapot, amit a családok kapott fényképekből, a dedikált kötetek dedikációiból, kéziratokból állítottunk most hirtelenjébe össze, és amely majd mindig gyarapolik reményeim szerint. Már most négyen hoztak újabb képeket, és ez egy jó dolog, mert együtt gyarapítjuk ezt a hagyatékot. Sokan kérdezik, hogy hát miért kell egy költőre ennyire emlékezni. Egyrészt szerintem mindenkinek jól esne, hogyha utána emlékeznének rá, hogy ezt ne felejtjük, ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig, amikor a Jánosról beszélünk, akkor a kapcsolatai, a dedikációk vagy a könyvei révén mindenki másról is beszélünk. És én úgy vettem észre, hogy ha csak úgy beszélünk a kanizsai költészetről, vagy a dézalairól, vagy a zalairól, azt nem lehet megtenni emberi kapcsolatok felmutatása nélkül, és arra a legjobb példák. Ráadásul ilyenkor már nem kérdeződik meg, hogy érdemes-e az a költő, hogy így bemutassuk, vagy nem. A János nagyon érdemes volt életében is, hiszen mindig tele voltak az estjei, minden kötete elfogyott, mint a 15, és hadd áruljam el, hogy lehet, hogy lesz egy következő, mert halálosságában összerakta a fiával a következőt, ő úgy gondolta, hogy azt még meg fogja élni, de nem élte meg, viszont megvan a kötet teljes egészében, tehát kiadható. De azt gondoljuk, hogy a János ugyan elment, de művei itt maradnak, és most már ez egy kötelességünk, hogy ezt tegyük, és ez nekünk nem csak kötelesség persze, hanem öröm. Szomorú ezt mondani, de egy elmúlt költőtársunk születésnapjára ugyanúgy emlékezünk, mint a élne, tehát egy örömmel emlékezünk.